Érkeznek a grúziai, vagy ma már hivatalosan georgiai vendégek Kárászra. Itt egy pálinka főzdében várták őket, hogy bemutassák az üzem működését, termékeit. Olyan idegenforgalmi és borászati vállalkozások képviselői ők, akik szeretnék megismerni a magyar, illetve a baranyai vállalkozások működését a szakterületükön. Lehetőséget kapjanak megismerni a másik országnak az adott szektorban, így a turisztikában és a borászatban megtalálható jelenlegi, a legmodernebb különböző technológiákban, és milyen kis vállalkozások vannak, akik ezeken a területeken dolgoznak az adott területen. Ezért is a most érkezett georgiai delegáció keretében 8 vállalkozás érkezett, 4 borászati, családi vállalkozás, illetve 4 vállalkozás, aki alapvetően turizmus területén utazásszervezés, hotelmenedzsment és borturizmus területén tevékenykedik. Több vállalkozást is bemutatnak nekik. A georgiai delegáció látogatást tett a Trust Hungary ZRT-nél, jelenleg pedig a Gáti Papa szeszfőzdében vagyunk, ahol megismerhetik a pálinka főzésnek a rejtelmeit, illetve el fogunk látogatni egy baranyai borászathoz is, és lehetőségük lesz a baranyai cégeknek is megkóstolni a georgiai borokat, hiszen az eset egyik része lesz egy georgiai borkóstoló. Ezt majd a borászati látogatáson tehetik meg a vendégek. Kárászon azonban a magyar gyümölcspárlatokat kóstolhatták a delegáció tagjai. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egy nemzetközi együttműködés keretében fogadta a georgiai vendégeket.